Tessék a világ, az úton még korosztály, de néhány korosztály, a réten mindenki talál a világon. Hát gyertek lányok, legyünk jól barátok. Vidám dalok és boldog arcok töltötték meg szerda délután a Marcal éttermet, mivel itt tartotta a legújabb összejövetelét a Belvárosi Nyugdíjas Klub. A hangulatos délutára meghívót kapott dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere is. Nagyon fontos a nyugdíjas klubok, hiszen az emberek itt tudnak tanálkozni egymással, és ez nem csak időskorban, hanem fiatalkorban is nagyon fontos, hogy tudjuk elmondani valakinek a véleményünket, örömünket, bánatunkat, és ahogy azt láttam, hogy hát csaknem 100 ember ül együtt, és élvezik egymás társaságát. Én kezdettől fogva azt mondhatom, hogy peace and love, ugye kérdezik, hogy miért, ez a béke és szeretet, mert ez nagyon fontos, hogyha bármiben eltér a véleményünk, mert nyilván nem gondolhatjuk egyformán a dolgokat, de azért egy kisváros, 130 000-es létszámú városban a legfontosabb az, hogy békében és szeretetben éljünk, és én azt látom, hogy ebben a klubban ez történik. Úgyhogy fantasztikus, örülök, hogy itt lehettem, és hát járunk tovább majd a klubokat, és itt most támogatást kért ez a klub, és örömmel hoztam el nekik. A polgármester 215 000 forintos támogatást adott át a nyugdíjas klub vezetésének, és a jövőben a többi egyesületet is meg fogja majd látogatni. Eleve az, hogy valaki győri lakos, állandó győri lakos, ezt hogyha megfigyelik, akkor kifejezetten olyan támogatásokat hozunk be a parkolásnál is, vagy az úszodabérleteknél például, a kedvezménynél, vagy az ingyenes úszodabérletnél, ami a győrieknek ad segítséget. Ennek ugye praktikus oka van, hiszen az állandó győri lakosoknak a számának a megtartása vagy növelése, ez mindenképpen egy fontos feladata a polgármesternek, hogy minél több győri polgár legyen, és amit még itt elmondtam a klubban, az is nagyon fontos, hogy a győri lelkiséget, azt a tudást, hogy miért szeretjük Győrt, és miért lehetünk büszkék Győrre, ezt át tudjuk adni azoknak, akik ide költöznek valahonnan, és hát ki tudják ezt legjobban átadni? Az idős emberek, mert ők tudnak legtöbbet. A köszöntő után a városvezető beszélgetett is a jelenlévőkkel, és az általa írt mesekönyvet is dedikálta az időseknek.